Húzós hónapok állnak a bátaszéki karatésok háta mögött, és még nincs vége a kihívásoknak. A csapat úgy indult neki az ősznek, hogy 4 komoly megmérettetés előtt állnak, amiből az igazi még hátra van. A sorozatban egymást követő versenyek egyfajta időzítés, helyzetfelmérést is szolgáltak a közelgő nagy feladat az EB előtt. Jól állunk, mondja Nagy Ákos vezetőedző, aki a legutóbbi horvátországi viadalon nyújtott teljesítménnyel is maximálisan elégedett. Az összes bátaszéki gyerek nem egy meccsért ment, hanem több mérkőzésért utazott Riekába, és hál' Istennek Péter Panna megszerezte a második helyet. Egy nagyon kiegyenlített mérkőzésen egyébként egy horvát kislány ellen. Márpedig azt tudjuk, hogy azért a rendező országban kiegyenlített mérkőzés, kiegyenlített állás esetén egy picit rá vagyunk kényszerítve arra, hogy mi legyünk egy kicsit offenzívebbek, és ez az offenzív hozzáállás vagy mentalitás, ez most nem hozott a konyhára, hanem elvett. Nagyon örültünk neki, hogy Panna ezüstérmes volt. Tudni lehet, hogy annak idején a Szlovák Openen és dobogóra, sőt akkor a dobogó legmagasabb fokára tudott állni. Ez is egy visszajelzés egyébként. Egyrészt a csapat munkájáról, mert egy érem vagy egy jó helyezés mindig kijön, és én úgy gondolom, hogy ez nem csak egy egyéni munka, hanem ez egy csapatjáték, hiszen vannak edzőpartnerek, edzők, akik feltételek, akikkel ezeket az eredményeket meg tudjuk szülni, és másrészt egyébként a Panna képességéről is egy visszajelzés, hogy nem egy véletlen eredményről beszélünk, hanem ő bizony ezeken a nagy nemzetközi megmérettetéseken oda tud érni a dobogó közelébe. Ezzel együtt, mondja a vezetőedző, az EB-n is erre lehet majd számítani. Ez a viadal arra is jó volt, hogy pszichésen is felkészüljünk. Az elmúlt hónapok legnehezebb kihívásának a Budapest Open verseny bizonyult. Ami egy nagyon-nagyon komoly verseny, tehát mindig örülünk annak, hogyha érem közelébe érünk, mindig örülünk annak, ha van olyan versenyzőnk, aki 2-3, esetleg 4 mérkőzést is tud előre menni. Itt azért voltak gondjaink, tehát sokkal könnyebb helyzetben vagyunk, hogyha én a környező országból érkezőkkel, vagy a határmenti versenyzőkkel mérkőzünk, mert azokat egy kicsit jobban sikerül megismerni, és taktikailag jobban fel tudjuk építeni ellenük a küzdelmet. De Budapest Open, ahol görögök, franciák, esetleg Európán kívüli országok vannak, ott azért mindig vannak ilyen vakfoltok, akik vagy amik meglepetést tudnak egyébként okozni nekünk. És hát sajnos lecsúsztunk az éremről. Hefner Zsófi volt egyébként a legközelebb az érem szerzéshez. Nyilván mi levonjuk ilyenkor a konzekvenciákat, hogy mi az, amin javulni kell. Én azt gondolom, hogy a Budapest Openen alapvetően egy-egy olyan figyelemkoncentrációs hiba becsúszott, ami miatt egy-egy mérkőzésünk egyébként elúszott. Ez nagyon fontos felkészülési állomás volt, mert ez volt az igazi visszajelzés arról, hogy hol tartunk. Időközben a csapat címvédőként érkezett, és úgy is távozott a Magyar Vidékbajnokságról is, ami egyértelművé tette a karate sporton belül bátaszék az ország legeredményesebb és legerősebb csapata a vidéki egyesületek rangsorában. A figyelem most már a közelgő Európa-bajnokságra összpontosul. Nem korlátlan a nevezési létszám, tehát nem klubok neveznek, hanem nemzeti válogatottak, és a nemzeti válogatottakból a legerősebb 3 az, aki kiállhat a versenyre, és ebből a szempontból egy picit szűrt. És sokszor van olyan, hogy a nemzeti válogatottban például olyan emberek kerülnek, akik nekünk fekszenek. És van, amikor jobb eredmény jön ki, mint például akár egy horvát Openen vagy egy szlovák Openen. Azon kívül ez ugye a vadorjú stílusnak a stílusbajnoksága, és ott egy picit úgy gondolom, hogy heterogénabb a mezőny, mint egy Budapest Openen vagy egy horvát Openen. Úgyhogy én nagyon bízom abba, hogy sikerül jó helyezéseket szerezni, sikerül tapasztalatokat szerezni, illetve bízom abba, hogy érmeket is sikerül majd hoznunk az Európa-bajnokságról.